Üdvözlöm a tisztelt nézőket a Lólépésben, Sakkmagazinban. Újra Varga Péter barátommal fogjuk önöket tájékoztatni a megye is, a régió is, a világ sakkeseményeiről, és Péter szakértő kommentálásában fogunk bemutatni önöknek partikat, sakkötleteket. Az előző adásunk óta folytatódtak a küzdelmek a Nemzeti Csapatbajnokság küzdelmeiben, mindhárom megyei csapatunk játszott, váltakozó sikerrel. A Nyíregyházi Egyetem sakkcsapata megmérkőzött Szirma Besenyővel, a Szirma Besenyő pedig egy olyan Borsod megyei csapat, amelyik erre az évre rendkívül megerősödött, több külföldi idegen légióst állítanak csatasorba, fidemestereket és nemzetközi mestereket. A Nyíregyházi Egyetem Szirma Besenyőtől 8-4 arányban kapott ki idegenben. Én azt gondolom, hogy ez egy mégiscsak egy tisztes helytállás, hiszen a Szirma Besenyői csapat gyakorlatilag minden táblán, 12-ből 11 táblán magasabb, általában jóval magasabb értékszámú sakkozót tudtak csatasorba állítani. Ehhez képest a 4 pont megszerzése tisztes eredmény, tisztes helytállás. Nem tudom másként kommentálni, mint nagyszerű eredménynek, nagyszerű partinak, hogy a második táblán a nyíregyháziak játékosa, Újhelyi András le tudta győzni sötét figurákat vezetve Viktor Bunda, ukrán nemzetközi mester, és sokan mások is igen derekasan küzdöttek. A tiszavasvári csapata a második fordulóban Hajdúböszörményt fogadta, azt a csapatot, amelyikbe beletört a Nyíregyházi Sportcentrum foga is az első fordulóban. Hát azt tudtuk, hogy a Hajdúböszörményi csapat jóval erősebb, mint a tiszavasvári. A 10-2-es arányú vereség az mégis elég nagy arányúnak tekinthető. Sajnos Tiszavasvárinak a második fordulóban nem sikerült olyan nagyszerű játékkal előrukkolni, mint az első fordulóban. A megye legerősebb csapata, a Nyíregyházi Sportcentrum Debrecent, a debreceni sakkiskolát fogadta Nyíregyházán. A debreceni sakkiskolától a Sportcentrum tavaly minimális arányban kikapott, 6,5-5,5 arányban. A tavalyi csapathoz képest a debreceniek gyengében álltak ki, a nyíregyháziak ugyanakkor erősebben álltak ki. Részben kicserélődött az első fordulóban játszó csapat, tehát több táblán más játékos játszott. Talán ennek is köszönhető, hogy a debrecenieket szinte lemostuk a tábláról, remélem nem sértődnek meg erre a kijelentésre. Arról volt szó ugyanis, hogy a nyíregyháziak általában erősebb játékosokat, tehát majdnem minden táblán magasabb értékszámú játékost tudtak kiállítani, mint a debreceniek. A győzelem azonban mégis igen nagy arányú volt, 9,5-2,5 arányban. Ez lehetett volna még nagyobb is. Az utolsó parti a játék 6. órája elején fejeződött be. A nyíregyháziak kiváló mesterjelöltje teljesen nyert állásban szemlélte az állást, hogy tisztet nyerjen, vagy esetleg még valami mat kombinációt játszon meg, vagy mit is keresett a táblán, azt nem tudjuk, de jó másfél percnyi töprengés után az ellenfele szólt, hogy túlléted a gondolkodás időt, és játékosunk bármennyire is nyert állásban volt, a gondolkodás idő túllépése vereséget jelentett. Ha ezt a könnyen nyerhető partit megnyerjük, akkor 10,5-2 és 10,5-1,5 lett volna a nyíregyháziaknak a győzelme mértéke. Két forduló után 5. helyen áll a Nyíregyházi Sportcentrum, 8. és 9. helyen áll a tiszavasvári, illetve a Nyíregyházi Egyetemnek a csapata. Péter, te is játszottál az első és második fordulóban is, egy elég érdekes partit játszottál a második fordulóban, sötéttel viszonylag hamar ráhúztad az állást az ellenfél első számú játékosára. Hogy értékelted a fordulót? Hát, ahogy mondtad, jó vagy gyengében álltak ki. Ugye azt kell tudni, hogy a debreceni sakkiskolának ez a második csapata, az első csapata az első NB1B-ben szerepel, és ott se tudtak olyan nagyon erősen kiállni, úgyhogy problémák alig tudták összeszedni, ugye egy játékosuk el sem jött, tehát nagy nehézségek árán tudták összerakni a csapatukat ellenünk, úgyhogy így elég azt mondom, hogy papírforma jellegű eredmény született, 9,5-2,5-lel,
ami 10,5-nek kellett volna, hogy legyen, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon szépen tudtuk az első fordulóbeli botlást korrigálni. Én azt látom, hogy 5 csapat kiemelkedik mezőnyből, akik a bajnoki címért fognak játszani. Miskolc. A miskolci, ugye a kisbocsok, ugye, ahogy mondtad, említetted, a Szirma Besenyő nagyon-nagyon nagy erősítéseket tett, hogy bajnoki címért játszanak, az Edelény is egy-két játékossal erősített, a Böszörmény ugye tavaly is nagyon erős, ugye ezüstérmes csapatról beszélünk, és ugye a Sportcentrum is megerősítette a csapatát. Én úgy gondolom, hogy az egymás elleni eredmények fogják eldönteni a végső sorrendet, lesznek körbeverések, tehát minél több pontot kell, holtverseny is. Ezek a többi hét csapat gyakorlatilag nem tud beleszólni az első három helynek a sorsába, még talán úgy gondolom az első ötbe sem, tehát ezek a nagy arányú győzelmek is azt vetítik előre, hogy ott azért egy-egy meglepetést esetleg tudnak okozni ezek a gyengébb csapatok, de nagyon nem tudnak beleszólni. Ők a kiesés ellen fognak. Vagyis hát van egy jó pár középcsapat, akinek ugye nem lesz gondja a kieséssel, hogy 2-3 csapat harcol majd a kiesés ellen. Reményeink szerint ebbe a Szabolcs megyei csapatok nem fognak bekerülni. És erős középcsapat, vagy legalábbis közép mezőnyben fognak könnyedén végezni. Hogy én csak ennyit szerettem volna elmondani. A harmadik fordulóban pont a két nyíregyházi csapat fog összecsapni. Október 28-án 10 órától ketyegnek majd a képzeletbelien a sakkórák a Megyeháza dísztermében, ahol a Nyíregyházi Egyetem csapata fogadja a Nyíregyházi Sportcentrumot. A forduló megtekinthető, ingyenes a belépés, javasolom a tisztelt nézőknek, akiket érdekel a versenysak, látogassanak el a fordulóra is, nézzék meg, hogy a komolyabb versenysakkozók hogyan küzdenek egymással. A második fordulóból, vagy első fordulóból milyen partikat mutatsz nekünk? Még az első fordulón mutatnék be 2 szép győzelmet, amennyiben remélhetőleg lesz rá időnk. Mindenképp ugye a nyertes csapatból szeretnék, akik ugye első fordulóban nyertek a Tiszavasvári, és a játékosát, a játékosai közül egyet-kettőt, de szeretnék bemutatni, hogyha úgy alakul, ugye a bravúr döntetlent elért Nyíregyháza Egyetem egyik játékosának ilyen játszmáját is. Tehát sötéttel játszott a Tiszavasvári Nyíregyházi Egyetem játékosa, és ugye azt kell mondjam, hogy egy kifejezetten jó partiban sikerült ugye a méregfogát kihúzni egy ilyen cseh játéknak, cseh megnyitásnak. Ugye Vitai Tamás játszott sötéttel Galkó Tibor ellen. Ezt kell tudni, hogy Galkó Tibor kb. 20 éve, 25 éve játssza ezt a megnyitást, de nagyon nem tudta megmutatni ennek most az erényeit. E4-gyel játszott világos, C5 következett, amire Huszár F3 érkezett, erre E6-tal ugye jött sötét, D4 következett, amire C-üti D4, jött, ugye 25 D4-re jön lenne a félig nyílt ugye, megnyitás a szicíliai védelemben, ami ugye Pauzen vagy Neopauzen változatba kerülne, C3-mal ugye áteveztek a Móra cselbe, mert D5-i C3 következett, 25-i C3, ugye ez egy gyalogot áldoz világos a gyors fejlődés érdekében. Huszár C6-tal fejlődött fekete, futó C4 jött, mire vezér C7 érkezett, ugye itt a C4 futót szerette volna ugye a C6 huszár elugrásával megfenyegetni, vezér E2-vel megvédte, ez huszár F6 jött, amire rövid sáncolt világos, és erre huszár G4 érkezett. Ez egy nagyon trükkös, cseles lépés, ugye itt most ellen trükköt szeretne fekete alkalmazni, hogyha még egyet léphetne, akkor huszár D4-je azonnal megnyerné a partit, ugye elterelni az F3 lovat,
a H2 pont védelmétől, és a vezér C7-ről ugye H2-re szeretné ütni huszár D4. Ha meg a vezér ellép, akkor huszár üti F3, majd vezér H2 matóca nyerne. Plusz még huszár E5 is fenyeget, hogyha mondjuk bástya D1-jel kivédeni ezt a huszár D4-et, akkor huszár E5-tel állna jobban fekete. Tehát itt nem tudom, mi lett volna a legjobb lépés is, hogyha H3-mal megtámadnák a G4 lovat, akkor is huszár D4 azonnal nyerne. Tehát maradt a G3, ami szerintem egyáltalán nem illik bele ebbe az állásba, valószínűleg nem is olyan jó lépés, és futó C5-tel fekete szépen kifejlődött. Tehát én úgy gondolom, hogy fekete megnyerte ezt a megnyitási csatát. Huszár B5 érkezett, amire vezér B8-al visszament fekete, érkezett huszár G5, furcsa lépés, amire huszár G-ről E5-re, vagyis C-ről, bocsánat, huszár CE5 következett. Ugye itt is a C4 futót támadta, meg megvitte a G4 lovat természetesen. Futó E3 érkezett, ugye, és innentől kezdve ugye futőüti E3 jött, amire F üti E3-mal, ugye teljesen szétesett ott a gyalogszerkezet, és kinyílt az F-vonal, de az gyakorlatilag nem tudja kihasználni. Világos. A6 következett, amire huszár D4-jel visszarakta a centrumba, világos a lovat, és elsáncolt fekete. Tehát, hogyha ránézünk, nem csak gyalogelőny van, de még egyértelműen sokkal jobban is áll fekete ebben a szerkezetben. Gyalogelőny, kettős gyalog, jaj. Úgyhogy futó B3-mal visszavitte világos ezt a futót, H6-tal visszább zavarta azt a lovat, sötét, huszár GF3 következett, amire B5-tel, ugye fekete a C8 futójának helyet biztosít B7-en. Tehát B5 következett, B6 következett, csak bocsánat, én úgy gondoltam, hogy B5-tel még aktívabban megyünk előre, ez szolidabb, visszafogottabb lépés, valószínűleg mindkettő teljesen jó lépés. Bástya FD1 jött, amire futó B7 érkezett, amire A3 jött. Ez is kicsit furcsa lépés. Most bástya D8 a fekete, ugye D5-re játszik rá, hogy nyissa ott az állás. Bástya D8 érkezett. Nem volt most leüthető a B7 futóval az E4 gyalog? Hát szerintem még lehet, hogy az is lehetőség lett volna. Nem tudom, hogy miért nem ütötte le. Ez még számomra egy kicsit rejtélyes, vagy kérdéses. Szerintem még lehet, hogy az is simán. Most így nem látom hirtelenjében, hogy miért nem lehet leütni ezt az E4 gyalogot. Persze, az nem szalad el, az egy rögzített gyengeség. Igen, de hát, hogyha ott van, akkor miért nem ütjük le? Lehet, hogy arra H3-ot lépett volna, de hát akkor is F3-ra tudok ütni. Nem tudom. Tehát én most úgy látom, lehet, hogy valami taktika van benne, de én nem nagyon látom, hogy ezt az E4-et miért ne tudtam volna leütni. Úgyhogy minden esetre fekete bástya D8-al folytatta, bástya A C1 érkezett, és erre még ugye mindig nem ütötte le, hanem huszár üti F3 következett, amire huszár üti F3, ugye huszár E5-tel kiszedte ezt a lovat, igen, nem tűnik el az a gyalog, futó C2 következett, amire huszár üti F3, vezér üti F3, visszaütötte, és vezér E5-tel ugye támadta ott az E4 gyengeséget, vezér E5-tel a centrumba helyezte azt a vezért, bástya D4-jel ugye megvédte, amire bástya AC8-szal ugye kötést hozott létre, fekete, és vezér D1-jel ugye megvédte a C1 bástyát, amire D5 következett, és erre pedig vezér D3 jött, ugye ott H7 felé szeretne ott bemenni, erre vezér G5-öt lépte fekete, erre pedig elüti D5-re, bástya üti D5-öt lépte, és ugye itt nem nagyon vezér H7 csakra, egyszerűen király F8, király E7-tel elbújt fekete, igen. Tehát semmi nincs benne. Bástya, a vezér H8 csakot nem érdemes beadni. Igen, hát egyszerű ragad. Király E7 következett volna, bástya üti D5 következett, amire vezér üti D5, ugye most vezér G2 matt is fenyegetne, ezt leütötte, vezér üti D5, és ezt gyaloggal ütötte vissza, ugye futóval nem lehetett ütni, mert erre a futó H7 sakk, ugye minőséget
nyert volna, felfedéses támadással, a futó elugrik kényszerítő erővel sakra, és a C8 bástya védtelenül marad, de egy aloggal vissza lehetett ütni ezt a királynőt. Eljuti D5 következett, amire király F2, és ugye most ellentámadásban lépett fekete, D4 következett, ugye azt kell látni, hogy most futó E4-jel szeretnék kihasználni fekete a C2 és C1 figurának, ugye a C2 futónak a kötésben való kötésben van. Igen, és akkor azt futó E4-jel szeretnék kihasználni. Király E2 következett, amire futó E4-jel ugye ezt kihasználta. Király D1 következett, futóüti C2-vel lecserélt minden, futóüti C2, bástyaüti C2, bástyaüti C2, leütötte a fekete bástya, királyüti C2, és ugye D-üti E3-mal egy teljesen nyert gyalog végjátékra egyszerűsített le fekete, király D3, következett király F8, ugye hozzuk a királyt a centrumba, királyüti E3, király E7, király D4, király D6, opozícióban, igen, B3, F5, ugye király C4, G5, ugye itt elindulok a másik oldalon, király D4, H5, B4, G4 következett, király D3, ugye most el kell, király D5, A4-re, A5, és király E3-at lépte, király E5-öt, és király D3-ra pedig F4-jel feladta. Világos, mert ugye ott egyszer csak elindul a F3 fenyeget, mert egy nyert gyalog végjátékhoz. El kell menni akkor a világos, tehát üt F4, király üt F4, majd sötét H4, G3-at lép, ott keletkezik egy bemenő gyalogja, amit a világos király még elkaphat ugyan, de amíg elmegy a világos király a G3 szabad gyalogért, addig a sötét király elmegy és leüti az AB gyalogokat, igen, és az A5 megmaradó gyalog pedig bevonul vezérnek. Igen. Tehát Tamás miután gyalogot nyert, azok után leegyszerűsített egy olyan egyszerű gyalogvégjátékra, ami mindenképpen nyer, még a világbajnok sem tudná kitartani, tehát eszébe véste azt az örök leckét, hogy amikor nyert végjátékra leegyszerűsíthetsz, akkor a halálosan biztos nyert végjátékot kell választani. Tehát bölcsen játszott Tamás. Ugye világossal következő partiban a tiszavasvári játékos, a Lengyel Lászlónak a partiját fogjuk megnézni, aki egy magasabb élővel rendelkező Maliár Anatoli ellen mutatott be gyönyörű és nagyon jó pozíciós és taktikai játékot egyaránt. Világosan E4-gyel nyitott, László E6-tal folytatta sötét, amire huszár F3 következett, ugye ez már egy ilyen cselváltozatnak a bevezető lépése, D5 következett, amire ugye E5-tel centrumot megszállta fehér, és C5-re ugye fekete megszállta, itt B4-gyel érkezett, ez egy nagyon érdekes gyalogáldozatos változat, ez az alapeszméje, hogy C üti B4-re, A3-mal beáldozza az agyalogját is, és itt az AB vonalon nagyon nagy játéka lesz, plusz szövi a centrum, ugye D4 E5-tel, le van szorítva ott fekete, és ugye ott elviekben védekeznie kell sötétnek, tehát egy elég szép támadó állást és könnyű játékot kap egy áldozott gyalogért világos, ez az alapötlete. Fekete ebben nem mert belemenni, mondjuk az a terv, hogy C üti B4 A3-ra egy vezér A5, nagyon érdekes lépés, ugye ott a kötést nem nagyon tudja kihasználni. Ugye a gép azt jobbnak írja azt az állást, de ott nagyon nagy támadás jön világossal, tehát aki szeret támadni, azok ellen életveszélyes ezt a gyalogot így elfogadni. Ezért gondolta sötét is, hogy C4-et lép, és nem fogadja el ezt a gyalogot. Ugye most A3 érkezett, most már futóval jobban lehetne jutni, B4-et A5-tel, ugye belekötött fekete, és B5-tel jött világos. Én valószínűleg A4-et megléptem volna, és vezér A5 tervel ott azt a B5 gyalogot egy picit megtámadni, vagy hosszabb távon, és ne tudja A4-jel bevédeni. Én biztos, hogy azt játszottam volna. Huszár E7-tel folytatta a fejlődés fekete,
amire D3 következett, C-üti D3, ugye C-üti D3-ra, pedig huszár F5-tel, ugye egy elég szép helyre játszotta be ezt a lovát. Következett D4, ugye a centrumot elfoglalta, amire futó E7, fejlődött fekete, és futó D3-mal, ugye kifejlődött világos is. Most G6-ot lépte, ez már egy kicsit olyan mesterkértnek tűnik, tehát ilyen szerkezetben inkább sáncolnak és F6-tal szoktak játszani, úgyhogy hát ugye ezzel igazából bebiztosította ezt az F5 lovatot, de annyira nem olyan jó lépés ez a G6, én úgy gondolnám. Elsáncolt világos, ugye folytatta a tervét, tehát rövid sánc érkezett, amire H5-tel, ugye G4 ellen játszott fekete, következett H5, amire A4-gel, ugye bevédte a B5 gyalogját. Világos, és ugye futó A3-mal akarja kiszedni a jó futóját feketének, mert ugye a fehéren vannak ott a gyalogjai nagy részt, sötétnek, és ugye a C8 futó, a világos mezőn mozgó futója az a rossz figurája, a sötéten mozgó futója a jó figurája. Huszár D7-tel fejlődött fekete, ugye mire futó A3 következett, ez egy nagyon jó kis stratégia, ugye kiszedjük a jó figuráját feketének, B6 jött. Ez nekem nem tetszik, de ugye valahogy a futót fejleszteni kell. Itt én inkább a huszárnak látnám a helyét. Huszár B6 és esetleg C4 pont felébe. Huszár B6, futó D7, bástya AC8, huszár C4. Inkább ezt játszottuk volna, ő B7-re lakta a figuráját. Huszár C3-mal kifejlődött, világos. Nagyon jó lépés volt, futó B7-tel fekete, de ugye itt a saját gyalogja mögött benn ragad ez a futó, amire huszár E2 nagyon jó lépés volt, ugye rakja át F4 felé ezt a lovat, ahol nagyon nagy támadó erőben fog majd részesülni. Huszár E2 következett, amire bástya C8, vezér D2. Ez is jó lépés, ugye G5 pont felé, futó üti A3, bástya üti A3, és vezér E7-re, pedig bástya C3 jött. Amire elsáncolt fekete, és bástya FC1-el, ugye a C vonalat elfoglalta. Most ha ránézünk, hogy ez a B7 futónak katasztrofális helyzete van, tehát azt inkább F5-ön vagy G4-en tudnám elképzelni, egyszerűen nem játszik, de világos úgyis jobban áll, tehát stratégiák teljesen nyerve van. Egyszerűen leüti a D3 futóval az F5 lovat, és olyan, mintha tiszt előnyből játszana világos, mert ez a B7 futó nem nagyon játszik, persze ezt átvitt értelemben. Bástya üti C3 jött feketével, úgy gondolta, hogy ugye cserével könnyít a helyzetén, bástya üti C3 visszajött, visszaütötte világos, bástya C8-a ugye ezt is le cserélte, nem engedhette be C7-re azt a bástyát. Bástya üti C8, következett ugye futó üti C8, és nagyon jó futó üti F5 következett. Ugye, hogyha a G gyaloggal ütne, akkor vezér H6-tal azt a H gyalogot támadná meg, ha E gyaloggal ütött, ugye, hogy ne legyen itt nagy probléma, E üti F5-re, pedig vezér C1-gel ugye megtámadta a C8 futót. Vezér C3 is jó lépés lett volna, mindkettő nyílt vonalra mentünk, vezér C1 következett, amire vezér D8 érkezett. Valószínűleg huszár F4 azonnal sokkal jobb lépés lett volna, vezér C6-tal bejött itt. A fehér ugye D5-öt megtámadni, vezér C6, ez egy picit talán pontatlan, mert huszár B8-al még tudott védekezni, fekete vezér C6 után. Huszár B8, ugye amire vezér C1 jött vissza, és futó E6-tal ugye kijött ez a futó, de egyértelműen világos, teljesen nyerve van. Huszár F4 következett, és futó C8 amúgy ismét egy hiba, futó C8 jött, így gyakorlatilag huszár üti D5 azonnal gyalogot nyerhetett volna, ugye a C8 futónak a helyzetére rájátszott volna. Itt H4-et lépte, de ez is nagyon jó lépés, ugye világos H4, ugye G5 felé megy a másik huszár támadólag. Futó B7 jött, de megint nincs hely ennek a futónak, huszár G5 következett, amire futó C8, ugye itt nagyon nem találja a helyét, sötét, megérkezett vezér C2, amire király G7, és ezzel még bele is lépett
egy E6-os motívumban, amit ugye nem lehet leütni, mert Q3-üti E6-tal ott vezért nyernénk. Tehát E6 nagyon erős, és gyakorlatilag ugye a B8 huszár sem játszik, tehát azt kell látni ebben a szerkezetben. És ott gyakorlatilag azonnal nyert. F6-tal még próbálkozott fekete, mire huszár F7 érkezett, megtámadta a vezért, vezér G8-ra, pedig vezér C7, és gyakorlatilag ez kivégezte, még futóüti E6-ot meglépte, huszárüti E6 sakk, következett király H7-re, pedig a felfedése sakk a huszár FD8-al, újabb tisztet nyert világos, király H8 érkezett, amire, vagy király H6, amire vezérüti B8-al. Itt elege lett feketének, és feladta a küzdelmet, ugye két tiszt hátrány és az összes figurája leesett. Tehát ez egy, azt kell, hogy mondjam, hogy a C8 futónak a rossz helyzete, az végig kísérte az egész partiában sötétet, és egy nagyon szép stratégiai partit láttunk Lászlótól. Tisztelt nézőink, remélem tetszett önöknek a tudósítása megye csapatainak MB2-es küzdelmeiből. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!